Ingyen adja a fenyőfát egy hollandiai nemzeti park. Az ajánlat szerint bárki jöhet a fejszéjével vagy fűrészével és kivághatja a saját karácsonyfáját. Azok pedig a természet egyensúlyának védelme. A Hohe-Velue parkban ugyanis a túl gyorsan növő és terjedő erdei fenyők az itt élő ritka állatfajok életterét veszélyeztetik. A park egyik vadőre arról beszélt, hogy itt olyan veszélyeztetett zúzmók, gyík és tücsök fajták élnek, amelyek szerepelnek az európai vörös listán. Ha az erdei fenyők elterjednek a területen, ezek az élőlények eltűnhetnek. Az erdei fenyő a nitrogénben gazdag, homokos talajt szereti. A parkban a nitrogén szintet részben a közeli gazdaságok műtrágyázása és az autók kipufogó gáza növelte. A holland kormány nemrég szigorította a sebességkorlátozást a nitrogén szint csökkentése érdekében.